Hát, hölgyek, urak, a mai rockpagoda áldozat, vendég, elnézést, nem áldozat, vendég, a Balaton zenekar menedzsere, alapítója. Menedzsere nem. De együtt szoktunk zenélni a fiúkkal. Én vagyok az egyik közülük. Bemutatkozna legyen szíves? Víg Mihály vagyok. Víg Mihály. Zenekartagok. Tudás Zsombor, Keszei Krisztián, szólógitár, Tudás Zsombor doboz, Horváth Gábor basszusgitár, én pedig ritmusgitár. Önt bent a G. Horváth Boglárka azt mondta, hogy szövegíró, versíró, filmes, színházi ember, tehát sok mindennel foglalkozik. Ez az egész zene, ez hogy kapcsolódik ehhez? Nagyon szorosan. A legfontosabb ebből az, hogy zenélek. Tulajdonképpen az a formát és keretet az életemnek, ahogy tetszik. Ott van is sokat. Zenélgetek, próbálok koncentrált lenni, eszembe jusson a dolgok. Nem tudom, hogy... És két hetente játszunk a Balatonnal egy kis helyen, ami mostanában szerintem elég szokatlan dolgot jelent, egy klubot, ami nem tudom, hogy jól érzékelem-e, vagy nem vagyok eléggé tájékozott, hogy mit csinálnak a fiatalok, de ez az élő zene, összeérünk és jól érezzük magunkat, ez mint egy kicsit hiányozna. Egyébként nagyon jól érzékeli, én minden riportalanyomnak, az összes zenésznek, aki volt valaha nálunk, ez elég nagy szám, föl szoktam ezt tenni, hogy éle még az élő zene, van-e még élő zene? Általában azt a választ kapom, hogy igen van, de a tapasztalat az egy kicsit nem e felé mutat. Aki érvényesülni akar, vagy jó akar lenni, az akiket ilyen fesztiválokon, meg nagy színpadokra, meg nem itt van lenni. Az is nagyon jó, de egy másféle dolog. Nekem az a fixa ideám, hogy egy térbe egy pár ember hallgat egy zenét, akkor azok valahogy egy hullámhosszra kerülnek. Valahogy ugyanaz történik velük. Hogyha az jó, hogy úgy hívják, hogy katarzis, akkor az egy és ez sokkal könnyebb létrehozni kis helyek. Fölteszek önnek egy kérdést, amit föl szoktam tenni, de nem mindig kapok rá választ. Az rendben van, hogy egy zenei produkcióhoz kell egy zenekar, és kell a közönség. De kell a hely is. Igen. Tehát ez a három hozza létre. Ő mit gondol erről, hogy... Nagyon fontos. Hát én a Hunniának nagyon hálás vagyok, hogy ilyen utolsó szigeteként, nem csak persze, természetesen nem csak mi játszunk ott, hanem ott effektív ilyen, majdnem azt mondanám, hogy 60-as, 70-es, 80-as évekbeli rock zenekarok játszanak, próbálnak igényes szöveget írni, próbálnak érdekes újszerű zenei kísérletet csinálni hozzá, és ez szerintem elképesztően fontos, és nagyon jól látod, ha tegeződhetünk, hogy... Megtisztelő, köszönöm szépen! hogy igen, ez a hármasság ezenben van. És az a hely, ha belépnél, akkor nem mondanád meg, hogy milyen jó pillanatokat tud. Nem tudom, az érdekes, amikor van egy, mindegy, hogy színház, vagy cirkusz, vagy koncertterem, mikor bemegy az ember és üres, olyan haszontalan. Hiszen az a pillanat tölti meg, ami ott keletkezik. Mit gondolsz erről, hogy a élőzenének ez a pillanata, ez kiváltható művileg, YouTube-on keresztül, virtuális világon keresztül? YouTube-on keresztül nagyon-nagyon hajlok arra, hogy nem. Tehát mindig, amikor megnézem ezeket a lopva csinált mobiltelefonos felvételeket, az a 20%-át adja vissza, hogy körülbelül annak a mostanában. Törekedni kell rá, és talán az a titka, hogy az ember ne próbálja mindig ugyanazt játszani, hanem ő maga is, és a zenész kollégák is próbálják pillanatra koncentrálva megoldani azt a számot. Hogy lehetőleg ne legyen ugyanaz. És akkor, hogyha jó felé tapogatoznak meg, mert
átismerik a dolgot, akkor igen, akkor tudnak komoly pillanatokat okozni, de ez most mondjuk a régi nagy bölények a színházban, azt a Törőcsik Maritól a Bessenyőig, hogy azért az, hogy igazán nagy pillanatok az tényleg. Lehet mondani, hogy akkor megáll az idő egy pillanatra? Tehát egy... Hát remélem, én azt szeretném. Aki soha nem zenélt, mint jó maga, annak hogy tudod ezt az érzést megfogalmazni? Nem hiszem, hogy meg kell. Át kell élni. Igen, és nem függ a szó szoros értelmében vett művészségtől, meg a zenei képzettségtől, meg mit. De ennek nagyon szerepe, ebben nagyon nagy szerepe van annak is, hogy mint mondám, az emberek ha csoportban vannak, akkor valahogy mintha hatna egymásra a sok ember. És még ha ő maga nem is venné észre, hogy ez jó, akkor is azért, mert egy közösségben ül, ebben a pillanatban ő is megért. Ez az, amit, ahogy fogalmaztál, a YouTube nem tud visszaadni, hiszen a közösségi élmény attól közösségi, hogy együtt élünk át egy pillanatot. Aki követik a Rockpagodát, azok tudják, hogy szoktam provokatív kérdést föltenni. Ezek nem személyes provokatív kérdések, félre ne értsd, ezek mindig szakmai. Egy, hát kvázi elég régóta létező zenekar a Balaton. Mi az, amit még te vagy ti személy szerint célnak kitűztetek? Van-e cél kitűzve, amit el akartok érni? Szeretnénk jól játszani. Tehát van ez a klub, ott vagy ahova meghívnak, ott szeretnénk, mert szeretnénk zenélni, ez jó koncertet adni. Ez a, hogy ez ne vessen el, ne, úgy hívják, hogy nem a kiégés. Aminek egyenes következménye a leégés. Aki mert kiég... látják a nézők, hogy ez ki van égve. Nehéz elkerülni, de meg kell próbálni. Van még egy ilyen provokatív kérdésem. Bocsáss meg, hogyha most itt fogod a telefont és így megvesz vele, akkor legalább átmegyünk kicsit bulvárba és lesz nézettség. De nem vágyom rá, köszönöm szépen, nem vágyom rá. Hanem az a kérdésem, hogy 2022-ben fontos a hitelesség? Fontos, hogy azt lássák? Szerintem semmi más. Ha fontos, ha nem, csak az van. Hát mindenki más. Mert ugye, bocsáss, mert nem tudjuk megkerülni a YouTube-ot, ahol, meg a Facebookot, ahol mindenki szép, okos, gazdag és szerencsés, miközben ha az ember ismeri az illetőt, akkor tudja, hogy nem. Tehát ez egy szelet, amit megmutat magából. De hát, mikor... van ott minden, ami inkább feltűnő ott, a hitelesség szempontjából, hogy rengetegen az túlnyomó többség elképesztő kamu álneveken hiteleskedik, ami viszont egy undorító és visszatúzik. Az lenne egy most ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy amikor az ember őszintén, nyíltan belenéz a másik szemébe, és beszélgetést folytat, az, én azt gondolom, hogy az az igazi emberi interakció, nem pedig az, amikor írogatunk egymásnak, szofisztikálva, persze, vagy káromkodva, vagy ahogy, hiszen nincs meg ez, és a koncertnél is ez, most nem látják, így csináltam közben, és mutatom, tehát adok-kapok. Tehát amit adok, energia, felkészültség, az a fajta, hogy én itt vagyok, meg akarom mutatni, azt kapom vissza, és amit ők adnak, azt... És ami reméljük itt jelen lesz, hogy barátságosság, udvariasság és szeretet, az sem jellem, sajnos. És ez... Ezért bújnak álnevek megért. Évek óta nem olvasgatom vagy csak nagyon, tehát hogyha nagyon beleszaladok, de egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy hol tartana a világ, ha mindezt a vitriolos gonoszságot
azt mondjuk pozitív irányba élnék ki. Sajnos nem tudom, hogy a világ merre tart, de kis hazánkban az a szokás, hogy inkább a hibát keressük, mint a pozitív. Tehát, hogyha van 99% pozitívum, ott az 1% hibát nagyítjuk föl, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy van 99% pozitívum. Erre az a kedvenc példám, hogy ugye a három nagy magyar költő, Petőfi, Ady Endre és József Attila. Petőfi parasz volt, Ady Endre vérbajos, József Attila elmebeteg. És akkor így, ezzel így megvan oldva az egész övr. Ja, és még egy, sajnos ez nem hiszem, hogy csak Magyarországon. Nem akartam általánosítani, de hát ugye... Jó, igen, értem. De igen. Magyarországon biztos, hogy így van, de sajnos nem csak. Ezt akartam még hozzáfűzni. Egyébként, hogyha már itt álnevek, aki ezt a műsor kitalálta, a nejem Vicky Black, neki ez egy művésznév, nem álnév. Ha én Bush Aladár néven lépnek föl, akkor mindenki tudna, hogy én vagyok a Bush. Neki ez a műsorában föl kell tennem egy kérdést. Ez a kérdés is mondjuk, hogy ki vagy te? Ember, aki van egy csomó unokám. Megpróbáltam adugság nélkül leélni az életemet. Most már lassan a végéhez közeledek, úgyhogy most már végképp nincs értelme elkezdeni. Hazudozni. Van a havasnak, hogy mindenki bolond, aki nem az örökké valóságra rendezkedik be. Ezt mondjuk én úgy fordítom le, hogy ha van, ha nincs, akkor is úgy kellene élni, hogy ha mégis van, akkor ne álljak fejre. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, akkor nagyon jó koncertet kívánunk, és még a Balatonnak legalább 30 vagy 40 évet, meg neked is. És még utolsó... 79-ben alakultunk, ez csak úgy Igen, utána néztem. Azért ez már gombozból is így sok, vagy házasságból is sok. Csak egyetlen egy kérdés. 2022-ben te, aki nem hallott rólatok, vagy nem is, mit üzennél? Mit mondanád, hogy miért nézzetek meg minket? Pont, amit talán mondtál célzásképpen, hogy egyfajta időutazás. Valamit vissza, talán reméljük a 60-as vagy a 80-as évek. Még nem annyira reménykedett világában. Köszönjük szépen a riportot!